az intézmény fő célja, hogy lokálpatrióta szellemben nevelje a tanulóit. Tehát itt elsősorban nyilván Békés Csaba és környéki vállalkozásokkal vagyunk kapcsolatban, akik biztosítanak minket arról, hogy megteremtsék annak a feltételét, hogy ezek a gyerekek itt Békés Csabán tudjanak elhelyezkedni, miután megszerezték a végzettséget, és itt találják meg a boldogulást. Ez az intézmény számos különböző kulturális programmal is hozzájárul, gondolunk itt például a sportcsapatokkal való együttműködésre, itt egész konkrétumok vannak már a Békés Csabai labdarúgóklubbal, a Békés Csabai női kézilabdaklubbal és a Békés Csabai kosárlabdaklubbal, és ez mind folyamatosan van. Gyakorlatilag célunk lehet, hogy 9-től mire elvégzik az iskolát, Békés Csaba összes jelentősebb közintézményében és jelentősebb kulturális eseményén vegyen részt keményes diák. A duális képzés 10. osztály után lehetőséget biztosít arra, hogy az ösztöndíj, amit 2 éven keresztül kapnak, kiegészítésre kerüljön egy munkaszerződéssel vagy állami ösztöndíjjal, aminek a mértéke több mint 100 000 forint is lehet. Úgy gondoljuk, hogy versenyképes szakmákat oktatunk, a piacon keresik a nálunk végzett szakembereket, és ígéretes pályaévet tudnak nekik ígérni.